Sziasztok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. A mai videó témája Újszeged-Mezőhegyes vonal lesz, a 121-es. Éppen úton Újszegedre. Ennyire be fogom utazni ezt a vonalat. Remélhetőleg nem utoljára, bár most jelen állás szerint úgy néz ki, hogy augusztus 1-től ugye vonatpótló buszokkal kiváltják ki, vagyis hát ilyen módváltó buszokkal, most ez az új trendi. Tehát egy darabig nem lesz rajta vonat, reméljük nem végleges a dolog. Azért reménykedni mindig lehet. És egy újabb info, amit most tudtam meg, hogy a Lime-mal nem lehet ide följönni. Csak egy sarokkal arrébb lehet lezárni, hát most akkor vissza kellett guruljak. Nem baj, még a BZ-ig van legalább 27 perc, mire megérkezik. És aztán 9:40-kor fog indulni. Hát addig megnézem az Újszeged épületet. Elég nagy romhalmaz van már itt, de hát mindjárt közelebb érkezik, és megmutatom. És akkor ez itt Újszeged, ami maradt belőle. Énként itt egy resti volt korábban. Hát a tűz az valószínűleg innen indult, ja látszik, hogy szépen leégett itt az egész. Hát, meg azt, hogy hát ilyen illegális lakásfoglalók költöztek be az üresen álló épületbe, és hát sikeresen magukra gyújtották az egyik télen, és azóta ez így van. Ez már egyébként arról volt szó, már tavaly is, hogy le fogják bontani. Hát eddig nem sikerült. De hamarosan magától fog összedőlni, viszont most már vonat se fog erre járni. Hát igen, itt nem lehet átmenni. Ki is van írva, hogy... És egyébként már a vonatok azok nem is mennek el a végéig, itt állnak meg. Ott csináltak ide egy esőbeállót. Asztalon csak nézzétek, ott van egy kiégett autó. Nézzem, hát közben úgy látom már utasok is vannak a vonathoz. Na mindjárt, és még elnézek majd ott a váltókörzet fele. Na, itt van egy meki központ, ti vasbakterek, amik fését rúgós váltók vannak arra, legalábbis régebben az voltak, amikor még volt itt körüljárás. Hát szerintem most már nem lesz, meg most már nem nagyon van. De általában vagy szólóba jön a BZ, vagy pedig ezért motorpót motorba, és akkor nem kell körbejárni. Na újabban ez a napi két pár vonat, meg szerintem elég a szóló. És egyébként itt még régen volt egy pragotlan óra is. De még emlékszem, amikor először itt jártam, 2009 környékén. De hát azt már vagy ellopták, vagy elvitték. Érdekes módon a kandeláberek még megvannak. És erre még korábban még dolgosok is voltak. Még, hogy most tudom, 8 évvel ezelőtt voltam itt, és akkor itt még láttam arra utaló nyomokat, hogy itt csövesek és dolgosok vannak. Hát most aztán nem fogok végig menni. Ennyi szerintem bőven elég volt ebből az állomásból. Hát itt még látszik, hogy eléggé be van gazosodva itt a másik vágány, és ott igen, a túloldalt van egy dugós váltó, tehát a 121-es vonalon csinálták meg először a Merafi rendszert, hogy gyakorlatilag személyzet nélkül elműködik. Makon van forgalmász, hogy Mezőhegyesen a többi az élő munkaerő nélkül működik, ugye rádión keresztüli bejelentkezéssel és dugós váltókkal. Hát erről Bede András részletesebben beszélt a Gárdoroson a Szentes Orosházi vonal videójába. Igen, így 3 nappal a módváltás előtt legalább a tájékoztatót méltóztattak kirakni. De itt van, közlekedési módváltás miatt autóbuszok közlekednek, tehát nem is vonatpótló. És akkor... Pedig egy is ugyanaz. És megtalált az állomási pénzt a ügyfőszolgálatok, nem? Meg a másoport menetrendek, de még ki se írták a menetrendet, tehát az... Arra nem voltak képesek, hogy legalább kiírják a menetrendet, hogy egyébként ezzel fogok menni. Most kérdezik majd 31.23.59-kor. Hát ez az, hogy... Ha már ezt képesek voltak ide kitenni, akkor most a pótlóbusznak a menetrendjét már nem? Vagy a módváltóbusznak? Vagy minek hívják ezt? Luxus. Azt még igazán kirakadták volna azt is. Megérkezett a vonatpótlóbusz. vagy nem. Hát ez... Bár mondjuk a vaskerék megvan. Hát ez gyakorlatilag teljesen kiégett, semmi. Csak a vas részek maradtak meg. Ez igen, ezt jól elintézték. Itt vannak azok a betonaljak, amiket már nem fognak a vonatba beépíteni. Pedig hát itt van helyben, és még erre se képesek, hogy legalább ezt beépítsék a kritikusabb helyekre. Azért ez mutatja a PFT-nek a színvonalát, meg úgy általában, hogy a pálya fenntartásért, hogy erre nem képesek. És itt van még egy vonatpótló. Azt a...
Hát semmi. Még ott a vizuális utas tájékoztató is. Vonatpótlón ilyenekre is adni kell. Na, akkor még egy kis érdekességet mutatok itt nektek, hogy most is van két utas, akik biciklivel jöttek. Na most ez az, amit a majd az üzemmódváltó, vonatpótló, vagy akármi, ezt nem lehet megtenni. Ugye a buszon 0 biciklit lehet elvinni, a BZ-n 4-et el lehet. És most is vannak ketten biciklivel. Ebben a képbe passzus. Már késő? És azért vannak rajta utasok most, ahogy én megnéztem, és ők biztos, hogy nem be, csak beutazni jöttek. Na nézzük, hányan szállnak le. És közben nézzétek, ülnek az utasok, és még két bicikli jött. Tehát, és erre mondják azt, hogy kihasználatlan vonal, és hogy nincsenek utasok. Elég szépen megtelt a vízi, ahogy látjátok. És van fönn 4 biciklis. Látszik, itt még a kerékpárszállításra is van igény. Ez egy olyan vonal, ami kihasználatlan és meg kell szüntetni. Csak úgy mutatom, hogy néz most ki. Szokásos OSB lap, az mindenhol megvan, hogy nem tudnak vele mit csinálni, be OSB lap van. De a váróterem legalább még működik. Még. De nem sokáig lesz a... De látod, a váróterem az ott van, ott még van bent egy hal is. Igen. Igazából ez nem hosszú. Ez a rösszfalnak a barna színe, hogy lemes volt, ha itt van egy szegény. Most érkezünk. Itt vannak a postavagonok. Ezek még a Bakó City. Ezek a félreállított posták. Nézzük, hogy látom itt utoljáról, meg először... Még egy 89-esen megint BZ-n jár. Azt hiszem, hogy hol vagyunk, és Apát falva, hogy nagyon másik. Kinek az apjának a falva? Na, nézzük, csak ki van írva valami. Apát falva, ott vagyunk. Következő lesz. Majd lak, azt hiszem. De látszik, ilyen is van, itt már égni szolgál a sehol, csak Bakó meg Mezőhegyesen. Rólam, annál gyorsan, azt mondta ez a lépő. Rólam. Ja,
Itt volt egy elveszett vágány, igen, itt a... Ez lehet, igen, ez volt az. Nem látszik az, hogy belőle, ha ott volt az autóvosó. Egy pici mehet mai földút, ahol ott sem ilyen vágány volt. Ott bent van egész, ott van a másik vasútállomás. Csak nem tud így látszódni, mert messze van nagyon. Azt a Bence nem mutatta. Csonát megye volt. Magyar család. Szerintem majd lak. 4000 eurós Igen, hát az volt. Azt tudjuk. Olyan mivel fogják kiadni? Szili? Szili most azért 10-valahány kilométer kell a magyar oldalon menni. Aztán majd holgasan átveszi valami össze. Szili plusz fecske. Vicces fecske. BHV kocsi, Szili. Szili BHV kocsi. Hogyha már Szeged, akkor Szegedi BD-vel. Hát meg egy feladat az üzét, az csak akar valahonnan. Hát igen. Hát vagy itt is, ahogy választom, is felszabadult most egy hernyó, hát... Átkorosítás, azaz. Aztán szóval.